Jó napot kívánok, szeretettel köszöntök mindenkit ma itt a Hajósi Barokk Kastélyban. 2022. augusztus 20-án tartjuk ünnepi városnapi testületi ülésünket. Szeretettel köszöntöm a képviselőtestület tagjait, a jegyzőurat, köszöntöm meghívott vendégeinket, a meghívott vendégeink közül is kiemelten Alföldi Albert díszpolgárunkat, illetőleg a kitüntetendőket. Megállapítom, hogy képviselőtestületünk határozatképes, hiszen a többség jelen van, két képviselőtársunk jelezte távollétét. Megkérdezem a képviselőtestületi tagokat, hogy a meghívóban feltüntetett, általam fölvázolt napirendi javaslatot elfogadják-e, amely a következő. Az első napirendi pontunk Hajósváros díszpolgára cím átadása. A második napirendi pont a Hajósvárosért díj átadása. A harmadik napirendi pontunk pedig a mai napon a Hajósvárosért ifjúsági díj átadása. Megkérdezem a képviselőket, hogy van-e más napirendi javaslatuk. Amennyiben nincs, kérem, szíveskedjenek elfogadni ezt a napirendet készfeltartással. Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy elfogadtuk a mai testületi ülés napirendjét. A mai testületi ülésünk nyilvános, arról felvétel is készül a Kábel Televízió helyi adása számára, illetőleg jegyző úr jegyzőkönyvet is készített, amelyet határidőben tovább fog küldeni a felügyeleti szervünknek. Kezdjük meg a napi rendek szerint a mai ülésünket. Mint említettem, az első napi rendi pontunk a Hajósváros díszpolgári cím kitüntető díj átadása. Mielőtt erre sort kerítenénk ennél az első napi rendnél, kérem a hagyományőrző sváb dalkört, hogy énekeljenek nekünk. Thank you.
Köszönöm szépen. Akkor az első napirend témájának megfelelően szeretném az idei díszpolgári döntés értelmében a díjat átadni. Hajósváros képviselőtestülete a 14/2008. december 23-i rendeletben foglaltak alapján 54/2022. július 4-i határozatával Sőn Mária részére a Hajósváros díszpolgára címet adományozta. Sőn Mária 1943-ban született Hajóson, egyszerű sváb paraszti család gyermekeként. Ez a családi közeg, a sváb nemzetiségi környezet és az egész falu közösség nemzetiségi hovatartozása meghatározó lett az életében. Alapiskolái és a középiskola elvégzése után az ELTE német-magyar szakán tanári oklevelet szerzett. Tanított Bátaszéken, Kalocsán és Hajóson. Első generációs értelmiségiként szülőfalujának is az egyik első diplomása, aki a földműves családból kiemelkedve a maga erejéből lett felsőfokú végzettségű, sokak számára követendő példa. A kezdetektől érdekelte Hajós múltja, hagyományai, a sváb eredet. A 80-as években kezdte gyűjtő munkáját, nép- és gyermekdalokat, mondókákat, verseket, meséket, hiedelmeket, vallási szokásokat, illetve a település paraszti életének valamennyi területét dokumentálta. Ehhez mindig talált segítőket és alkotótársakat. Gyűjtőmunkája eredményeként számos kiadvány látott napvilágot, és számos írása jelent meg a Kumánia könyvsorozatban, de a főbb munkái Sőn Mária Harmat Lajosné, mondókák, dalok, játékok Hajósról 1998-ban. Bereznai Zsuzsanna Sőn Mária, a hajósi sváb parasztság mentalitása 2013-ban. Müller János Sőn Mária, vadalmafácska, hajós német népdalkincse 2014-ben. Bereznai Zsuzsannával szintén alkotóként a könnyek népe, a hajósi sváb parasztság sorsa 1938 és 54 között, ez 2017-ben látott napvilágot. Jelenleg is előkészületben, nyomdai előkészítés alatt van a hajósi földrajzi neveket tartalmazó és összegző munkája. A helyi német nemzetiségi önkormányzat által 2018-ban kiadott sváb szótárnak is szakmai gondozója, tartalmi gazdagítója. Pedagógusi, néprajzkutatói munkássága mellett a hajósi sváb nemzetiségi énekkar életrehívója, megalapítója, vezetője. Számos kitüntetés birtokosa. Mind néprajz és nyelvjárás kutatóként, mind hagyományőrzőként. A Német Szövetségi Ehrennadel kitüntetése mellett Hajósvárosért díjban részesült 2012-ben, 300 éves hajósért díjat kapott a Német Nemzetiségi Önkormányzattól 2022-ben. A Bács-Kiskun megye nemzetiségeiért kitüntetését, amelyet a Bács-Kiskun megyei közgyűlés szavazott meg számára, az idén 2022. szeptember 10-én fogja átvenni. Életműve és munkássága felterjesztésre került a Bács-Kiskun megyei értéktárba, amelyhez ajánlást a helyi német nemzetiségi önkormányzat adott. A díszpolgári díj, melyet Hajósváros önkormányzata adományoz, díszoklevél és bruttó 300 ezer forint pénzjutalom, amelynek számfejtéséről és bankszámlára történő utalásáról a következő munkanapokon az önkormányzati hivatal gazdálkodási csoportja gondoskodik. Most átadom a díszpolgári oklevelet, amelyből idézni is szeretnék. Kérem, tekintsék meg. A
részpolgári oklevél tartalma ugyanaz a határozati indoklás, amit említettem, de szó szerint ezt írja, ezt tartalmazza a díszpolgári oklevél, hogy díszpolgári címet, kitüntető címet adományoz a képviselőtestület csőmájra részére felbecsülhetetlen értékű helytörténeti kutatásaiért, a nemzetiségi kultúrát népszerűsítő oktató tevékenységért, a sváb hagyományok és dalkincs dokumentálásáért és közkincsét ételéért. Ehhez szeretnék gratulálni. Megadta az engedélyt, köszönöm szépen. Hát igen, az úgy volt, hogy 40 évesen hazajöttem hajósra. Addig csavarogtam a világban, és éreztem, hogy borzasztóan csavargok. Na most nem azért, mert csavargultam volt, hanem nem találtam a helyemet. És éreztem, hogy a szívem valahová húz. Hát nem tudtam, hogy hova, akkor hazajöttem 83-ba, és akkor ez a húzás, ez megszűnt. De jött helyébe egy lelkiismeret furdalás, hogy én miért nem hajósért dolgozom? Forgalmas ember voltam világéletemben, és hát dolgozzak már hajósért. És akkor egyszer odajött a Nellike néni, és azt mondja, hogy rakjuk össze a gyermekanyagainkat. Benyújtottuk az országnak, és első díjat kaptunk. És mintha lefújták volna rólam a lelkiismeret furdalást. Azóta békében él a lelkem. Na most ezt a békességet, ezt a hajósi népnek köszönhetem. Tehát ez a közösség hozta a békét a lelkembe. Liebe hajósr lait, itt tánkáurnak fordéz, kedves hajósoriak, hajóson élők, köszönöm a lelkemnek ezt a nyugalmát. Na most, hogy hajósról is azért szeretnék, tehát én most végül is régen emlékművet állítottam a lelkemben, a szívemben a hajósi embereknek. Fantasztikusak. Amennyire fáradhatatlanul, akár mikor bekopogtattam hozzájuk, mondták és mondták a magukét, könnyű szívvel, szeretettel invitáltak a következő alkalommal. Olvastam én valahol, hogy a hajós ez egy kifuthatatlan kincses bánya a néprajz tudás számára. Na most ezt én is megéltem. Tehát akármeddig kutatok, mindig visszább jutok az időben. Vannak itt emlékek a 9. századról, a Krisztus utáni 9. századról, és akkor mennek a századok is, és ezek a szép emlékek, nagy tudások. Nagy kincset hagyott ránk a hajósi nép, lehetett volna újabb lelkiismeretfurdalásom, ha ezt nem adom vissza a hajósi népnek. Láttam egyszer egy térképet 1717-ből, hajós nem volt rajta, hogy az hogy fájt az én szívemnek. Na most, tehát vissza tudtam vezetni az ő elbeszélésükkel a hajósi népet a saját múltjukba. Azt írta az Erdélyi Zsuzsanna, a 80-90-es évek embere, éves emberek, azok az időnek olyan csúcsán állnak, hogy onnan a magasból tudnak lenézni, és nagyon messzire látnak.
Köszönöm szépen nekik azt a kincset, amit adtak Hajósnak. Most a második napi rendi pontként a Hajósvárosiért díj átadása következik. Úgy tudom, az egyházi kórus szintén készült éneklésen. Hallgassuk meg őket! Hajósváros képviselőtestülete 14/2008. december 23-as számú rendelete alapján 55/2022. július 4-i határozatával Vince Attila részére az egyházi műemlékek aktív gondozásáért, megóvásáért, önzetlen, felekezett és közösségszervező tevékenysége elismeréseként
a Hajósvárosért díjat, kitüntető címet adományozza. Vince Attila 1976-ban született Kiskunharason. A Szilágyi Áron református gimnázium elvégzése után Szegedre került a Gál Ferenc Hittudományi Főiskolára. Pappá szentelése 2000 júniusában történt Kalocsán. Első szolgálati helye Bácsalmáson volt, majd Kiskunmajsára került, 2005-től 2011-ig pedig Nemesnádudvar és Érsekhalma körzetében teljesített szolgálatot. 2011-ben érkezett hozzánk Hajósra, és Miskét is ellátta kerületektől. Hajóson 2016-tól, mint kerületi esperes, 2017-től, mint tiszteletbeli kanonok is tevékenykedett az idei évben bekövetkezett áthelyezéséig. 2018-tól a felső szentiváni integrált katolikus intézmény érseki biztosa is, tehát igen sokrétűek a feladatai. Vince Attila atya a Hajósi Egyházközség élén kiemelt figyelmet fordított az egyházi műemlékek, műtárgya gondozására, felújítására, restaurálására. Ezen a területen átgondolt és ütemezett törekvéseivel az anyagi lehetőségeket is kiszélesítő, eredményes pályázati munkájával szép sikereket ért el. Megvalósult a több mint 200 éves plébánia épület statikai megerősítése, a hittanterem korszerűsítése, a templomi főoltár restaurálása, a templom torony renoválása, a szentély egyes berendezési tárgyainak felújítása. A helyi közösségi élet szervezésében is maradéktalanul betöltötte azt a szerepet, amit városunk lakói, a felnőttek és a gyermekek várnak a lelkivezetőtől. Az általa kezdeményezett egyházi bálak, a nyári hittanos táborok már hagyománnyá váltak, és azóta is nagy népszerűségnek örvendenek. De népszerűek voltak a magyar zarándokút, délalföldi szakaszaihoz kapcsolódó zarándoklatok túrák és egyéb kirándulások is. Vince Attila atya indítványára alakult meg a helyi Caritas csoport, amely igen aktív és eredményesen munkálkodik a helyi rászorulók megsegítésével. Hajóson töltött 11 éves papi szolgálata alatt népszerű és közkedvelt személyisége volt városunknak, munkásságával sokat tett a település fejlődéséért, a lokálpatrióta és közösségi szellem megerősítéséért. Reméljük, hogy a jövőben is figyelemmel kíséri Hajós, a Hajósi Egyházközség életét, és a kialakult baráti kötődéseket megőrzi. Személyes számunkra továbbra is fontos és mértékadó. Hajósváros önkormányzata a Hajósvárosért díjjal fejezi ki elismerését. A díj Korom Katalin szobrászművész alkotása, egy oklevél és bruttó 150 ezer forint pénzjutalom, amelynek számfejtéséről és bankszámlára utalásáról az elkövetkezendő munkanapokban gondoskodik a gondálkodási csoport munkatársai. Engedje meg, hogy átadjam az oklevelet, és gratulálok a hallgatóknak. Polgármester asszonytól engedélyt nem kértem a szólásra, de Marika után merem megragadni a lehetőséget. Tisztelt képviselőtestület, tisztelt polgármester asszony, kedves jelenlévők! Azon gondolkodtam, hogy az életnek vannak nagyon emelkedett pillanatai, és
ez ilyen emelkedett pillanat, ez az ünnepi óra, amikor átvettem ezt a kitüntetést. Ön a kitüntetésben számomra jelen van a tisztelet és főként az elismerés. Utolsó szentmisén azt mondtam, hogy utaltam vissza 2011-re, hogy akkor tiszteljenek majd, hogyha a tevékenységemmel és főként az emberséggel azt ki tudom érdemelni. Említette polgármester asszony az elért eredményeket. Az elért eredmények, mint lehetőségek jöttek velem szemben. Az életemnek a főműve, és tavaly Berci bácsival beszélgettünk róla, amikor a főoltárt először eljött megnézni, mondta, hogy ha más nem csinálnál egész életedben csak ezt, az egy dolgot, akkor azért már megérte. A másik dolog, amit nagyon megéltem hajósan, az egyház községnek a tényleges közösségi irányba való szerveződés. Ez egy csodálatos érzés, hogy nem csak templomba járó emberekről van szó, hanem olyan emberekről, akiknek igényük van a közösségre, és igényük van a közösségi szerveződésre. Annyit még el kell mondanom, hogy sokszor úgy voltam, mint a 40-es években levő filmben a polgári családnak a kislány, aki angol nyelvleckére iratkozott be, és hazajött az első nyelvóráról, és belebotlott a szomszéd Pistikébe, és már is leadta neki az első angol nyelvórának az anyagát. És akkor az anya megkérdezte, hogy hát hol voltál, azt mondta, hogy angol nyelvleckét adtam a Pistikének. Azt mondja, de? Azt mondja, igen. Amit megtanultam, azt már is továbbadtam. Hát írjuk egy kicsit én is a lelkipásztori feladattal és hivatással, hogy amit megtanultam, vagy megtapasztaltam az Istenből és Jézus Krisztusról, azt igyekeztem továbbadni a hajósiaknak, és ezt mindig nagy szeretettel, illetve a legtermészetesebben gondoltam. Köszönöm szépen! Kívánok sikeres munkálkodást és főként jó egészséget. A Hajósvárosért ifjúsági díj kitüntető cím átadása. Hajósváros képviselőtestülete 14/2008. december 23-án született rendelete alapján 53/2022. július 4-i határozatával Steiner Letti részére tanulmányi munkájáért és tanulmányi versenyeken elért kimagasló eredményeiért a Hajósvárosért ifjúsági díj kitüntető címet adományozza. Leti a Hajósi Szent Imre általános iskola tanulójaként érte el kiváló eredményeket különböző tanulmányi versenyeken, amellett, hogy 8 éven át féltárs magatartással, szorgalommal, kitűnő tanulmányi eredménnyel emelkedett ki társai közül. Mindig szívesen dolgozott a közösségért, önzetlenül segített mindenkinek. Alsó tagozatos korában és hetedikesként is kiérdemelte az Ich mag Deutsch elismerést. Az idei tanévben bejutott német nemzetiségi népismerett tantárból az országos döntőbe, ahol nagyon szépen szerepel. Igazán kimagasló eredményeket ért el a helyes írási versenyekben. A 7.-8. osztályos tanulók számára rendezett Locz János szövegértési és helyesírási versenyen 7.-esként Bács-Kiskun megye első helyezettje lett. Az országos döntőbe megyénkből csak ő jutott be. A járványhelyzet miatt az országos fordulót is mindenki a saját iskolájában írta, Letti itt az 5. helyen végzett.
a 2021-22-es tanévben ennek a versenynek a megyei fordulóját szintén helyben írták a tanulók, iskolánkból öten. Letti ismét egyedüliként Bács-Kiskun megyé, a megyeiek közül harcolta ki a döntőbe jutást. A Bonyhádon szervezett kétnapos rendezvényen fantasztikus eredményt ért el, 94 ponttal megnyerte az országos fordulót. A Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási verseny valamennyi fordulóját digitális formában írták a tanulók. Az első iskolai fordulóból még többen eljutottak a megyei szintig, amelyet szintén itt írtak az iskolában. Letét is kimagaslóan teljesített, 93 pontot szerzett, így megyei győztesként bejutott a budapesti országos döntőbe. 34 tanuló közül szoros versenyben itt a 20. helyen végzett. A nevelőtestület a 2021-22-es tanévben Lettinek adományozta a legrangosabb elismerést, a Szent Imre díjat. A Hajósvárosért ifjúsági díj, melyet most Hajósváros önkormányzata adományoz, ezennel átadom. A díj Korom Katalin művésznő alkotása és bruttó 100 000 forint pénzjutalom, amelynek számfejtéséről és számlára való utalásáról az önkormányzati hivatal gazdálkodási csoportja a következő munkanapok egyikén intézkedik. Most átadom az oklevelet. Kedves vendégek, a testületi ülés a végéhez közeledik. A díjakat megkapták díjazottaink, mindenkinek nagy-nagy tisztelettel és szeretettel gratulál a képviselőtestület. Az ünnepi testületi ülést a szózat hangjaival zárjuk le, ezt követően kérem, hogy mindenki fáradjon a földszinti nagyterembe, ahol lesz módunk arra, hogy egy pohár pezsgővel köszöntsük a díjazottakat, és egy szerény fogadással is tisztelgünk előttük. Úgyhogy halljuk a szózatot! Thank you.